Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy milyen tényezők okozhatják a bőr, a szem és a száj kiszáradását. Szeretettel köszöntök mindenkit! A bőr és a szem kiszáradása alapvetően az A-vitamin hiányával függ össze. Bőrkiszáradás esetén a legtöbben hidratáló krémeket szoktak alkalmazni, amelyekről jó tudni, hogy a bennük lévő hatóanyagok a bőrön felszívódva egyből bekerülnek a vérkeringésbe, majd a májba, tehát nagyon nem mindegy, hogy mit tartalmaznak. Ha az adott krémben van például alkohol, arról jó, ha tudjuk, hogy szárító hatása van, tehát így hosszú távon maga a hidratáló krém is elősegíti a bőr kiszáradását, tehát ellentétesen hat. A bőr is a szem kiszáradásáért felelős lehet a gyakori alkoholfogyasztás, a túlzottan szennyezett vezetékes vízfogyasztása, tehát nem szűrjük meg, egyes autoimmunbetegségek, mint például a lupus, vagy ha túl sok klór kerül a szervezetünkbe, például a csapvízen keresztül. A szárító hatása van a túl sok cukornak, így a cukorbetegeknél már igen gyakori a bőr és a szemszárasság. A bőr szárasságát előidézheti a túl sok szappan vagy folyékony szappan alkalmazása is, ugyanis a tisztítószerekben lévő hatóanyagok egyik fő hatásmechanizmusa, hogy eltávolítják az olajokat, a zsírsavakat a bőrből. A bőrünkben lévő olajokban vannak oldva a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, a D vagy az E vitamin, és az olajok a vitaminokkal együtt felelnek a bőr hidratáltságáért. Tehát a tisztítószerek, a szappanok ezeket eltávolítják, így minél többet és minél intenzívebben érintkeznek a bőrünkkel, annál inkább nő a bőrszárasság esélye. De a legfontosabb tényező mind közül, ami bőr, illetve szem szárassághoz vezet, az az A-vitamin hiány, melynek hátterében a máj, illetve az epehólyag leromlott állapota áll. A májuk a fő felelős a zsírban oldódó vitaminok átalakításáért, illetve tárolásáért. Az A-vitamin ugye egy zsírban oldódó vitamin, és a zsírban oldódó vitaminok hasznosulásához epesavra van szükség, amit a máj termel, és az epehólyagban koncentrálódik. Így ebből visszafelé is következtethetünk, a kiszáradt bőr, a kiszáradt szem jelzik a legyengült elzsírosodott májat, vagy valamilyen epe problémát. Más szóval a bőrünk állapota lényegében jelzi a májunk, illetve az epénk állapotát. Itt az epe problémánál meg kell azt is említeni, hogy az epesav miután bekerül a vékony bélbe és végighalad rajta, a vékony bél utolsó szakaszán újrahasznosul. Ezt az újrahasznosítást egyes bélbaktériumok végzik, ezért ha valamilyen gond van a bélflóránkkal, az újrahasznosulás nem fog rendesen működni, így végeredményben a leromlott bélflóra is elvezethet a kiszáradt bőrhöz, kiszáradt szemhez, mert ugye epesav hiányt okoz. Ilyenkor általában tudjuk, hogy valamilyen emésztési vagy bél problémák is van, tehát itt a megoldás fontos lépése a bélflóra regenerálása probiotikus ételekkel, probiotikumokkal. Az előbb elmondottakból következtethetünk, hogy a bőrszárasság és a szemszárasság esetén a megoldás első lépése a probléma okozó kizárása, megoldása, a második a máj, illetve az epe rendbetétele, míg a harmadik az A-vitamin pótlása, amelyhez a legjobb ételek a májételek, a tojássárgája, a vaj, és a csukamájolaj vagy a tőkehalmáj. A beta-karotin nem A-vitamin, csak az A-vitamin elővegyülete, és csak nagyon-nagyon alacsony hatásfokkal alakul át A-vitaminná a testünkben. A-vitamint, tehát a retinolt, csak állati eredetű ételekkel tudjuk pótolni, és a felszívódását segítő epesav termelődését az állati eredetű ételekben lévő telített zsírsavak jelenléte idézi elő. Ezért van az, hogy vegánoknál, akik nem esznek állati eredetű ételeket, így nem fogyasztanak ugye, telített zsírsavakat, sem gyakori a bőr és a szemszárasság. Gyakori a bőrkiszáradás hölgyeknél a változókor alatt és utána, itt a háttérben az ösztrogén és a progeszteron szint csökkenése áll, ugye ennek a két hormonnak csökken a szintje a menopauza során. Itt megoldás lehet a progeszteron krémek alkalmazása, például a Fempro krém, illetve a DHEA tartalmú étrend kiegészítők szedése. A DHEA egy előanyag, amelyből a szervezet képes felépíteni a hormonjait, a progeszteront és az ösztrogént is, így mérséklődhet a szárasság. A száj kiszáradását okozhatják az előbb felsoroltak, tehát az A-vitamin hiány, túl sok alkohol, a túl sok klór, autoimmunbetegségek és a túl sok cukor is. Viszont itt más tényezők is közrejátszhatnak még pluszban. A száj a kevesebb nyál termelődésétől szárad ki, amit előidézhetnek még az antibiotikumok is, melyek növelik a kandida kialakulásának esélyeit is, a kandida esetén is gyakori a száj szárasság. Kiszárad a száj a magas kortizol és adrenalin szinttől is, ez biztos tapasztaltad már, amikor ugye stresszes vagy szorongsz, gyakrabban szárad ki a szád. Itt a megoldás a stressz menedzselése és a mellékveség megtámogatása. Lecsökkent cink szint is vezethet szájkiszáradáshoz, fokozódik a cink iránti igény a szervezetünkben, ha valamilyen vírusos fertőzésünk van, vagy például egyes oltások következtében is, ebben az esetben a megoldás a vírusfertőzés kezelése. És végül kiszáradhat a száj a sok fluortól is,
A fluor szintje a szervezetünkben leginkább a gyakori fogfehérítések következtében nőhet meg. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit a kollagénről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!